Folkfesztivál záróeseményen a Jászság Népi Együttes Ferenci György és az Első Pesti Rackák, Pál István Szalonna és bandája és Heitzinger Mika mutatta be a néptánc, a népzene és a blues fúziójából alkotott táncos koncertdarabjukat Mindenek szerelme címmel. A koncert előtt Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a produkció koreográfusa avatott be bennünket az alkotás létrejöttének folyamatáról. Ez a produkció most már 6.-7. alkalommal megy közösen a Gyuriékkal és Szalonnájékkal. Annak idején, amikor kijött a lemezük a Mindenek szerelme címmel, akkor Gyurival találkoztam egy könyvtárban, és beszélgettünk elég sokáig, hogy érdemes lenne ezt táncban is egy kicsit megfogalmazni. Ferenci Györgyről és az Első Pesti Rackákról tudjuk, hogy elsősorban blues-t játszanak. Az együttes frontember azonban a népzene világát is ismeri, és műsoraikban többször megjelennek a népies elemek, így a blues és a népzene fúziója is természetes számára. Amikor már van elég komoly ismeretanyag, akkor elkezd magától kijönni egy ilyen speciális keverék. És akkor ez már nem ötvözet, hanem ez a zene jön belőlünk. A táncosokból így szakad ki a mozdulat. Nagyon érdekes, ez érdekes folyamat. Ezt direkt nem lehet csinálni, ennek hosszú-hosszú előzménye van. Pál István Szalonna és bandája hivatásként kifejezetten a folk és népzenét művelik. A zenészek 3-4 éve összeültek, és Babits Mihály Mindenek szerelme című a teremtett világ szépségeinek páratlanul gazdag tablóját bemutató versből ötletet merítve próbálták érzéseiket zenében megfogalmazni. Hosszú évek barátsága fűz minket Szűcs Gáborhoz és a Jászság Népi Együtteshez. Ők voltak azok, akik az autentikus néptáncot nagyon komolyan vették egész életükbe, a Csángó Fesztivállal, a versenydíjakkal, de csíkzenekarral már volt egy lépésük, amikor kicsit elkezdtek mai öltözetekben egy kicsit modernebb táncokat játszani. Mindig népzene és néptánc alapú volt ez. Az ismerkedő, tanuló és közelítő kísérletezést követően komoly munkával készült el a darab, amelynek címét a Heitzinger Mika komponálta, Mindenek szerelme adta. A nézők megtapasztalhatták, hogy a táncegyüttes nem szakadt el tradícióitól, de egy kicsit másabb világot mutat be. Az együttes táncosai közül többen is részt vettek az alkotói munkában, törekedve arra, hogy felszabadult, szívderítő műsort adjanak a közönségnek, miközben egy kulturális különlegességet is létrehoztak.